A betegség bőrkiütéssel, torokfájással és lázzal jelentkezik, akár súlyos szövődményeket okozhat, de antibiotikumos kúrával gyógyítható. A fertőzés ellen nincs védőoltás, így azt kérik az orvosok a szülőktől, hogy ne engedjék közösségbe a beteg gyereküket. A skarlát súlyos szövődményeket okozhat, ezért az orvosok szerint nagyon fontos, hogy mielőbb kezeljék. Tavasszal volt egy nagyobb súb, és most újra az influenza mellett elindult a felső légúrutokkal együtt, nem csak a vírusfertőzés, hanem a bakteriális fertőzés, és erre nagyon-nagyon jellemző a skarlát, amit a streptokokkusz okoz, ezt egy baktérium okozza, és legjellemzőbb tünete a láz, köhögés, fejfájás elesett állapoton kívül. Azért a kiütések, a tipikus kiütések, ez olyan, mintha a bőrön egy piros grizzel borított felület lenne, és kifejezetten jellemző a skarlátos torok, ami ilyen kis pöttyes, hólyagos garatívvel, és a málna nyelv, ami pontosan úgy néz ki, egy fehér lepedékesen, papillómák kint, pirosak, mint egy málna. Juhász Zsuzsanna háziorvos elmondta, hogy a skarlát ellen védőoltásunk nincs, viszont antibiotikumot rögtön kell adni, azért, mert a skarlát kórokozója a szívizmokat is, ízületeket is károsíthatja. A skarlát ellen védőoltásunk nincs, viszont antibiotikumot rögtön kell adni, ezért, mert a skarlát kórokozója a szívizmokat is, ízületet károsíthat, ezért nem engedjük, hogy kiállja a betegséget, tehát nem lesz természetes immunitása, hanem antibiotikummal tudjuk már kezelni. Ezért nagyon fontos a védekezés, ez természetesen a szeparáció, tehát egy skarlátos gyerek az fertőző beteg, ne menjen közösségbe, aztán vitaminokkal, felöltözéssel, hogy a szervezetnek a meggyengülését csökkentjük. A fertőzés leginkább a gyerekek között terjed, azonban nem csak rájuk veszélyes. Kifejezetten kismamákra még veszélyes, illetve gyengült immunitású szervezettel, tehát a krónikus betegségekkel, illetve nagyon veszélyes még az idősebb korban. Idén különösen megugrott a skarlátfertőzöttek száma. A szakemberek szerint ennek az az oka, hogy tavaly sokkal többen védekeztek maszkkal a vírusok ellen. Az orvosok azt tanácsolják, hogy a skarlátfertőzöttek ne menjenek közösségbe, csak így lehetséges megakadályozni a vírusok terjedését.